elektromos autónál ott csöndben utazhattam, itt pedig igencsak adja a hangot a kipufogó, bár még bejáratos az autó, gyakorlatilag az első kilométereket tesszük meg, úgyhogy óvatosan vezetek, nem mentem egyelőre 110 fölé, nem is tervezek még. De hát kihallatszik a sportosság az autóból már most is. Volt egyszer egy fél évig nálam egy ugyanilyen E-coupé osztályú autó, az fehér volt, az is különlegesen szép volt, de feketében még egy kicsit maszkulinabb, férfiasabb, sportosabb szerintem. Azt is nagyon-nagyon szerettem, úgyhogy vártam is, hogy újra egy